India sok európai ember számára rejtélyes, varázslatos ország. Ebbe a földrésznyi országba indulunk felfedező útra, ahol az emberiség 15%-a él. Az érkezőket virágfüzérrel köszöntik. Kipakolás után a főváros Delhi nevezetességeit nézzük meg. Delhi sugárútja a Rácspat, és rajta az India kapu. Parlament és kormányzósági épületek. Buddha szobor jelzi, hogy a buddhizmus Indiából indult hódító útjára, de szülőhazájában évszázadok alatt jelentéktelen vallássá zsugorodott. Újkori látnivaló Delhiben a Bahá'í szentély. E szektát Mirza Ali Hussein alapította meg keresztény, buddhista, mohamedán és zsidó vallási elemekből. A lótuszvirágot utánzó templomban a filmezés tilos. Fűnyírás indiai módra. A Jama Masjid mecset India és a világ egyik legnagyobb mecsetje. A jellegzetes mogul építményben a moszlim hívők Allahot dicsérik. India 900 millió lakosából minden tizedik mohamedánnak, muzulmánnak vallja magát. A Lakshmi Naraya templom a legelterjedtebb indiai vallás hajléka. A hinduizmus a lélekvándorlás tanát vallja. Vallási alapon szigorú kasztrendszert hirdet. Thank you.
különféle hagyományok vegyülete. Istenek, félistenek és a legkülönfélébb megtestesítéseik számtalan ábrázolása ellenére a hinduk egyistenhívők. Brahma a legfelsőbb létező, de lényegesebb tulajdonságait felosztják az istenek között. Így Brahma a teremtő, Vishnu a megőrző, és Shiva a pusztító és újjáalkotó. Mosógében tönkre megy. Nem is mosom a mosógében. Otthon hagytam. Ez nagyon öreg. A szárit így kell felvenni. Ez mennyi? Ilyet nem adnak hozzá? All the sarees 5.5 meters. Yeah. You have to wear a slip or a cord, okay? And a top like this matching. Ilyen kötelet szoktak alá venni, hogy jól. Then from your right side. Abba bele lehet tenni. Kargon ember szed. From your right side, one round like this. One round. Yeah. And then please. Akkor ilyen ettől behajtja. 2, 3, 4, 5 and 6. For you only 5. Neked elég öt is. In the center, you have to tuck it. Ugyanolyan be kell tűrni. Igen, a táskámban. Then, this thing, the rest, you bring to your right. Okay? And then on your left shoulder, one. Áthúz a bal oldali válasz fölé.
two, emeli, and kettő, three. Három. Come here. A Rajghat, ahol Mahatma Gandhit, a modern India atyát elhamvasztották. Útban Humayun császár síremlékéhez szép szantálfa faragásokat és bronzból készült istenségeket néztünk meg egy elegáns üzletben. Humayun síremlékéhez bevezető kapu. És a síremlék. Vörös homokkőből, valamint fehér, fekete és sárga márványból emelt síremléket Hadzsi Bégám építette a 16. században. A kriptában a Mogul dinasztia számos meggyilkolt hercege és császára pihen. Szik templom. Firuz Shah erőd palotájának romjánál az Asóka oszlop. A vörös erőd, a mogul hatalom és elegancia jelképe. 1648-ban építette Shah Jahan. A kapukat a császári elefántokhoz méretezték. A himbálódzó elefántokat nem nehéz itt elképzelni, amint az aranyos öltözetű mahútok hajtották, hátukon az ezüstből vagy aranyból készült mahúdával, melyben egy maharadzsa ült. A nyilvános kihallgatások csarnoka a Diwániám. Középen a világhírű pávatron, melyet 12 millió forsterlingre értékeltek. Firenzei iparművészek honosították meg a nagymogul palota építkezéseken a Pietra durákot, azaz a márvány alapba
színes drága és féldrága kövekből készítettek, csiszoltak berakásokat. A császár magán lakosztálya a Rang Mahal, a festett palota. A márvány finom művű áttörése, egy élet munkája. Palota termeket, vízcsatornák és medencék hűtötték, ezt hívták a Paradicsom csatornájának. A Vörös Erőd legcsodálatosabb épülete a Móti Masjid, azaz a gyöngymecset. Aurangzeb császár saját és udvarhölgyei használatára tervezte ezt a fehér márványból készült ékességet. Kívülről nem sejteni takart belső szépségeit. A mogul Mohamedán államvilágból zökkenjünk vissza
a mai szentehenes hindu világba. Delhi szélén találjuk meg a Kutub Minárt, Hindusztán hetedik csodáját, építészeti bravúrját. A Kutub Minár lábánál van a Kuvat-ul-Mecset, melyet a 12. században építettek egy hindu templom romjaira. A mecset közelében van a 26 méter magas, befejezetlen Allahi Minár, építője Alauddin a Kutub Minárnál magasabbra tervezte, de építése halála miatt abba maradt. A Kutub Minár 71 méter magas, és 1199-ben kezdték el építeni. Falai cikornyás faragott korán idézetek díszítik. Erkélyeinek díszítései szintenként változó. A már látott mecset udvarán van a rejtélyes világhírű Irom pilára vasoszlop, melyet az 5. században a hindu Chandra Varman király állítatott oda. A 7 méter magas oszlopon szanszkrit felirat van, de ez sem adja magyarázatát annak a csodának, hogy az 1500 éve az időjárásnak kitett vasoszlop nem rozsdásodik. A hiedelem szerint, aki hátulról át tudja karolni az oszlopot, annak kívánsága teljesül. És ízelítő az indiai autózásról, közlekedésről. Rajputok földjére, Rajasthanba érve, elsőnek az Amber palotát nézzük meg. Mielőtt Jai Singh megalapította Jaipurt, Amber 6 évszázadig volt Rajasthan fővárosa. A palotába a turistákat elefánt háton viszik fel.
Az utazás ezen módja mód felett zötyögős. A udvarban vidám társaság fogad. A palotta együttes a 17. században épült, így a mogul hatás erős. Központi helysége a Győzelem csarnoka. Itt minden a díszítő művészet végtelen gazdagságát bizonyítja. A világ legszebb tükörcsarnoka. Egyik szobáját besötétítve, imbolygó gyertyafénybe is bemutatják. Amber palota mai napig hirdeti Rajasztán uralkodóinak nagyságát, pompa szeretetét.
Az Amber erődből lejövet Jaipurba megyünk, az állam fővárosába. Jaipurt helyben fejtett rózsaszín kőből építették. A város nevét a híres Jai Singh Maharajától kapta, aki többek között nagy csillagász is volt. Ő építette és saját tervezési műszerekkel szerelte fel az itt látható obszervatóriumot. A csillagvizsgálóból így látszik délutáni napsütésben, következő nézelődésünk színhelye a szelek palotája. Napfelkelte más színekben mutatja a Hová Mahált, azaz a szelek palotáját. Az öt emelet magas épület homlokzatát áttört kőrácsok díszítik. Annak idején a három hölgyek nézhették avatatlan szemek elől védetten a város forgatagát. Jaipur közepén a városi palota található, melyben ma is Maharadzsa lakik. A legutóbbi időkig a palota magántulajdon volt, ma nyilvános részében múzeum van. Ritka kéziratokat, rácsput és mogul festészeti alkotásokat, valamint fegyvereket őriznek itt.
Maharadzsa testőrei baksisért mindent megmutatnak, megengednek. Nyomásnak, amit fogunk látni. And it's only done in this region of India, because underground water, the subsoil water is hard water. Kemény víz található itt a föld alatt, és azért használják ezt a munkafolyamatot. A baloldali kezében van a fő blokk, a fő nyomóblokk, amivel a kontúrokat csinálja, és a többi blokkkal pedig nyomja a magát a mintát. Japan steel block, which makes the contour, the design. Ez a mintának a kontúrja, amit megadja. Then the corresponding blocks, színeket. Tehát ez a gyakorlat, az teszi a mestert. Ilyen nagyja, hogy pont bele talál a fejébe azokkal a színekkel. Különben se lejtetheti ki. Jön a következő. Vös vizével, hűvös vizével. This is a few drops of, this is a chemical reaction. Few drops of nitric acid and caustic soda. It's oxidation. Ez valamilyen szóda, valamilyen vegyszer, amit csinálnak. Ez a fájni kerülék, hogy most nem is így. És lehet géppel is mosni, utána már nem fogja a színét elhagyni. Igen. So it doesn't lose the color. No. Very nice. Figyelj, but you see that, we fix up tomorrow morning. Yeah. A little bit dry, because when they're wet, they bleed. So dry and... Hát így, csak most megmutatja, nem így készül, mert ugye meg kéne, hogy száradjon előtte. Tehát így elsápadnak a színek. Tehát először ki kéne száradjon. Most a job than the houses. Mohamedán nők készítik főleg a szőnyegeket otthonukban. And earlier we studied the design in language Urdu, but now the computer design, graph paper design, we taught on a graph paper. They need like music and they do the job. Design Nikola? Alak és perzsa mintákat. Thank you.
Útban Fatehpur Szikri szellemvárosába. Ma elhagyatott lakatlan hely, mely magányosan mereng régmúlt dicsőségén. Helyi vezetőnk tündérmesét mond, mely igaz történet. Akbar császárnak nem volt örököse több évi házasság után sem. Elkeseredésében felkereste Szálim Csiszti sejket, aki a helyen élt akkor még egy kicsin faluban. A Szent Mohamedán férfi megáldotta Akbart, akinek ezután nem sokkal fiú gyermeke született. Akbar fiát a sejkről nevezte el hálából, és elhatározta, hogy fővárosát e faluba helyezteti át, ahol ez a szent ember élt. Elhatározását tett követte. És amit most látunk, az csak egy része az 1569-ben megvalósult építkezéseinek. Diváni Kász, a magánkihallgatások csarnoka. Belsejében ez a különös kőoszlop, az Akbar oszlop a nevet viseli. A császár trónja ennek tetején volt. Itt ült, amikor a darbárt, a fogadást vagy kihallgatást tartotta. Miniszterei a fenti kőhidakon vitték neki a folyamodó kérvényeit. A Panch Mahal ötszintes épületéről nagyszerű kilátás nyílik a palota épületeire. Az asztrológus széke nevezetű épület. Az asztrológus napi feladata volt többek között meghatározni, hogy milyen színű öltözéket viseljen Akbar. Itt minden rózsaszínű homokkőből épült. Thank you.
átmegyünk a város legnagyobb épületéhez, a Jami Masjidhoz. A mecsetbe a 40 méter magas, Buland Darváza nevű kapun megyünk be. A mecset udvarán 10 000 hívő is elfér. Az udvarban e márvány síremlék belsejében nyugszik Szálim Csiszti sejk. A sír. A gyermektelen asszonyok zarándok helye ez. Kedves szokás, a könyörgés követően egy kis fonalat kötni a sír előtti márványrácsra. A mecset egy másik bejárata. A mihráb és a mimber, azaz az oltár és a szószék. Az idő sürget, és tovább kell mennünk. Útközben látjuk ezt az érdekes oszlopot, mely császári elefánt temető helyet jelöl. Aki nagyon siet, az így jár. Agrai Vöröserőd minden művészet szerető és India csodáit kereső utazó zarándok útjának második számú helye. Amar Singh kapuján lépünk be az erődbe, mely csodás épületeket rejt Shah Jahan és Akbar jóvoltából.
kihallgatások csarnoka. Itt ült a császár, és innen szolgáltatott igazságot alattvalóinak, akiknek háromszor kellett előtte leborulniuk. Gyöngymecset. Magánkihallgatások csarnoka, melyet Shah Jahan 1636-ban építtetett. Jamna folyó partja felé eső épületek. Nagyszerű rálátás van innen a Taj Mahalra. A nyolcszögletű Muszmán Brucs torony, melyet Shah Jahan építetett felesége Mumtaz Mahal részére. Shah Jahan 7 évi rabságában innen nézegette felesége sírját, miután fia börtönbe vetette. Újabb művészeti ággal ismerkedünk meg ebben az üzletben. Nagyon éres, meg lehet fogni esetleg, tessék.
ugye kalapáccsal beleválják a márványba a mintázatot. And after making the design, if we expose these items, you won't come to see the Taj Mahal. And then these pieces just sziklákból nyerik ki. The rocks are sliced open with the help of steel wires into thin slices. Which is translucent. These stones, they are glued in the marble with the help of white glue, white cement. Fehér cement anyaggal ragasztják bele utána ezek a mélyedésekbe. They put the glue in the groove. Agrai szállodai szobánk. És a falán díszítő képek. Fatehpur Szikri a mogul csodaváros megtekintése után egyik nagy építőjének sírhelyét megyünk megcsodálni Szikandrába. Nagy Akbar mauzóleuma egy nagy kert közepén van, melyhez ezen a nagyméretű, impozáns, vörös homokkő kapuépítményen át lehet bejutni. Kert felől nézve a kapu épület. A kertben vidám érdeklődő társaság fogad. Akbar mauzóleuma, melyet fia Jehangir épített 1613-ban. Bejárat a sírkamrába. Sírját egykor a világhírű Kohinoor gyémánt díszítette. Mielőtt bemennénk Benáreszbe, a hinduk szent városába, előtte megnézzük Szárnátot, a buddhista világ központját. Buddha Szárnátban tartotta meg első prédikációját. Buddha az, aki megvilágosodott. Itt mutatkozott meg előtte a 8 út, amelyen minden bánat elmúltához, a belső békéhez, a megvilágosodáshoz és a végső nirvánához vezet. Itt alakította ki az aszkézis és a szabadosság végletei közötti, az úgynevezett arany középút tanát.
A világ minden tájáról özönlenek a zarándokok. Legszentebb stúpa, mely Gautama Buddha testi maradványait őrzi. Itt a közelben volt az az ősi bófa, mely alatt Buddha sok esztendőt töltött meditációba merülve, míg végső megvilágosodása el nem következett. Az 1931-ben létesült új templom, melyet Mahabódhi társaság építetett. Különböző helyekről származó buddhista erekjéket őriznek benne. A templom falát egy japán művész díszítette. Sarnath nevezetessége még az itteni Jaina templom. A Jainák szerint a helyes tudás, viselkedés, hit és tisztaság elvezet az üdvözüléshez. A helyes viselkedést az erőszak nélküliséggel és a más vallások iránti teljes türelemmel határozzák meg. Azt vallják, hogy valamennyi vallás tartalmazhat részigazságukat. That's why the government of India, they give us this place to produce these things here. Kashmirban harcok folynak. In this company, 385 families, they work together, they live together, they share together, everything together. Yeah, because we do have here a one village. It's a carpax. Egy kashmiri szőnyegkészítő szövetkezetben leptek meg ezzel a műsorral. Thank you.
Udban Benárezbe, a hinduk legszentebb városába, a hindu vallás fővárosába. Időszámításunk előtt a 7. században Kásinak nevezték, a név jelentése telve az isteni fénnyel. Benárez egyidős Babilonnal, Ninivével, Tébával, talán a világ legrégibb ma is létező városa. Az indiai templom belseje, padozatán India domborzati térképével, melyet a portrén látható szekta alapító készítetett el. India egységét szimbolizálja. Durgá templom előtti rituális vízmedence. A templom beceneve Majom templom, valóban sok van belőlük e helyen. Káli istennőnek szentelt templom. A templomba és így szentélyébe csak hinduk mehetnek be. Thank you.
bűzös sikátorokon koldusok hada és nyomorúságos, tolakodóan kéregető, óbégató, leprások között haladva jutunk el az aranytemplomhoz. Útban látjuk egy nyitott templomban az első lingamot. Ez az obszénnek gondolt kő, Síva és egyben a teremtő energia jelképe. A nők tehén trágyával kenegetik, és virágszimmokkal díszítik virágáldozatként. Az aranytemplom hindu nevén Visvanátha egész Benárez legszentebb temploma. Mi ide sem léphetünk be, csak egy erkélyről kíváncsiskodhatunk egy kis baksis fejében. Azok a hinduk, akik a legfőbb templomokban lerólják tiszteletüket az istenek előtt, jóvá tették valamennyi vétküket. Immár üdvözülhetnek. Leghőbb vágyuk szerint ezután nem születnek többé újjá, örökre egyesülnek Brahmával, a bűntelen, mozdulatlan nyugalommal, a változóval, aki sohasem változik. A Himalájából aláereszkedő Ganges vizének megváltó ereje van. Minden cseppje áldásos. A folyó legszentebb helye pedig Benárezben van, ahová évente a zarándokok milliói jönnek el. A rituális fürdést kora hajnalban végzik a hívők, a folyó szent bal partján, mindegy 5 kilométer hosszan elnyúló, úgynevezett gátokon, lépcsőkön. Benárez egyetlen hatalmas szentély, Síva temploma. A Síva kultusz talán az emberiség legősibb istentiszteleti formája. Legenda mondja el, hogy hogyan keletkezett a Ganges, a Ganga. Eredetileg a Ganges az égbolton tejútként ívelt át. A szent Bhagirata kérte meg Sívát, hogy hozza le Gangát a földre. Amikor az égi folyam a tejút leáradt, a szent folyó vízesésként Síva fejéről hullott alá a földre, és azóta minden testi, lelki szennyet képes lemosni. A halott égető gátot, a manikárnikát nem szabad fényképezni. A fehér sejembe vagy vászonba csavart holttesteket bambuszhordágyra kötve viszik az égető mágiákra. A hamvakat a Gangesba szórják. Itt mossák a szennyes ruhaneműt.
ide folyik be a derítetlen szennyvíz. A rituális fürdést végzők egyre csak jönnek. A hit erejét elmondani nem lehet, de itt a Ganges partján látni lehet. Agrában India legfőbb nevezetességét, a Taj Mahalt ezen a kapun átmenve láthatjuk meg. A Taj Mahal kora hajnalban, napfelkeltekor a legszebb. Persze vannak, akik a holdfényben vagy a naplementében állítják ugyanezt. Mi most napfelkeltekor látjuk. A Taj Mahal a szerelem emlékműve csodája. Shah Jahan felesége Mumtaz Mahal 14. gyermekük szülése közben halt meg 1630-ban. Halálos ágyán a feleség azt kérte férjétől, hogy ne vegyen maga mellé más asszonyt, és építsen emlékére olyan sírt, amely nevét örökre emlékezetessé teszi. Shah Jahan Mumtaz Mahal halála miatt összeomlott. Haja megőszült, fejedelmi ruháját levetette, és egyszerű fehér, mohamedán ruhába öltözött. Megfogadta, hogy a földkerekség legszebb emlékművét emeli, szeretett hitvesének.